Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vík Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Négy napos hőségriadó, ivóvízről is gondoskodnak a kánikulában. Szent Lászlóra emlékeztek, a város védőszentje előtt tisztelegtek Szekszárdon. Meghosszabbítják Paks együzem idejét. Újabb 15-20 évig működhet a meglévő négy blokk. Jobbnál jobb halételek készültek Leányváron. Vasárnap hajnalig tartott a halfőző verseny. Három helyre helyezett ki vízautomatát Szekszárd megye jogúváros önkormányzata a kánikulára való tekintettel. A köztereken felelhető balonos vízadagolókból mindenki magához tud venni kellő mennyiségű folyadékot. További három párakaput is beüzemelnek a hőség miatt. A városvezetés felhívja mindenki figyelmét, további 9 ivókút is található a városban, melyekből szintén lehet fedezni a vízutánpótlást. 34 fokot mutat a hőmérő árnyékban. A kánikulára való tekintettel az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, mely csütörtök éjfélig van hatályban. A szekszárdi városvezetés ezért vízautomatákat telepített a Garai térre. A tavalyi adatokat figyelembe véve egy nap alatt közel 100 liter víz fogyel az adagolókból. Varga András, Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának osztályvezetője úgy nyilatkozott. A város hűsítő kezdeményezésen belül kérték a zöld felület karbantartó és köztisztasági csoport munkatársait, hogy az utcák és közterületek locsolását gyakrabban végezzék, valamint kiemelt figyelmet fordítsanak a hajléktalanokról történő gondoskodásra. Évek óta működik már, hogy itt a Garai téren automatából vizet osztunk a lakosságnak, ez a mai nappal megkezdődött. Ugyanígy három darab párakaput helyezünk ki a város különböző közterületein. Az Erőv ZRT munkatársainak a segítségével történik ezeknek a kihelyezése és üzembehelyezése. Ez a mai nap meg fog történni szintén. A kánikula megérkeztével mindenkinek fokozottan oda kell figyelnie a folyadék utánpótlásra, időseknek és fiataloknak egyaránt. A város területén van 9 úgynevezett ivókút, amit bárki bármikor nyugodtan használhat, ezek természetesen működnek. Ugye van a Garai téren, a Béla téren, mint belvárosi jellegű, a játszótereken, ugye az új a Generációk parkja, ami tavaly lett átadva a Generációk parkja, ott is található, illetve lent az Energia parkban is van 2, illetve még hogyha tovább megyünk, akkor talán sokak által használt útvonal a buszpálya udvarhoz, akkor a Babits Mihály művelődési ház környékén is található egy ilyen ivókút. Ha valaki bezárt autóban gyermeket vagy kisállatot lát őrizetlen ül, a rendőrségen tehet bejelentést. A kormányzat a következő napokban várható kánikula miatt életbe léptette a vörös kódot, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáit felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten. Fülöp Attila közölte, az intézkedés hétfőn 8 órakor lépett érvénybe, és előreláthatólag e hét csütörtök 20 óráig tart. A speciális eljárásrend bevezetésére azután került sor, hogy az országos tisztifőorvos hőségriadót rendelt el, mert az elkövetkező napokban 27 fok fölé emelkedik a napi átlag hőmérséklet, tette hozzá. A politikus elmondta, a vörös kód a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a teljes szociális ellátórendszernek, a nappali ellátóknak és a szociális munkát végzőknek, valamint figyelemfelhívás a társadalomnak. Fülöp Attila azt kérte, ha bárki a hőség miatt bajba jutott embert lát a környezetében, értesítse az országos diszpécser szolgálatot, amelynek elérhetősége megtalálható a kormány.hu weboldalon, illetve a közösségi média kormányzati oldalain. Szent Lászlóra, Szekszárd védőszentjére emlékeztek a Tolnai megyeszékhelyen szombaton. Ünnepi beszédében Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a helyi szociális bizottság elnöke kiemelte, a kora középkori államférfi példaként szolgálhatna a mai kor embere számára is. Közösen vonultak fel a Béla király térre a Szent László napi emlékezők. A 11. századi uralkodó szobránál megtartott ünnepségen Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a megyei jogúváros szociális bizottságának elnöke arról beszélt, hogy Szent László Szekszárd védőszentje az uralkodását sújtó háborúk ellenére is meg tudta erősíteni hazánkat. Szent László töretlen kultuszához képest csak perceknek tűnik egész életünk. László sem gazdagsága okán vált a magyarok egyik legnagyobb királyává.
sokkal inkább tettei határozták meg népe hozzávaló viszonyát. Tettei és az abban megmutatkozó embersége. Az ünnepi megemlékezésen Bíró László szekszárdi származású nyugalmazott tábori püspök arról beszélt, fontos, hogy a Tolnai megye székhelyen élők évről évre megemlékezzenek városuk védőszentjéről. Egyre inkább megtaláljuk az igazi arcát ennek a Szent László emlékezetnek, és az igazi formáját is. Szent László egyébként maga is többször megfordult Szekszárdon. Az apját, első Bélát ugyanis a mai Vármegyeházi udvarán található egykori apátságban temették el. Vasárnap a késő esti órákban személyi sérüléses baleset történt az 56-os számú főúton a Szálkai elágazó közelében. Egy 24 éves bácsalmási nő közlekedett három utasával, egy Suzukival Várdomb irányából Szekszárd irányába. A 10-es kilométer szelvény közelében egy jobbra ívelő kanyart követően a sofőr elveszítette a kocsi felett az irányítást, és átsodródott a szemközti sávba, és neki ütközött egy szemből érkező Ford bal oldalának, majd a jobb oldali patkára sodródott. Ott egy póznának csapódott. A balesetben a Suzuki vezetője és jobb első utasa, akik a biztonságővet használták, könnyebben, míg a hátulutazó két utasa súlyosan sérült. Ők nem voltak bekötve. A másik járműben utazók nem sérültek meg. A kormány elkötelezett amellett, hogy a paksi atomerőmű üzemidejét meghosszabbítsák, mondta a technológiai és ipari miniszter pénteken Pakson. Palkovics László hozzátette, meggyőződtek arról, hogy az üzemidő hosszabbításnak minden feltétele adott. A tervek szerint 15-20 évre hosszabbítják meg a jelenleg működő 4 blokk üzemidejét. Paks 1 üzemidejének meghosszabbításáról és annak feltételeiről tárgyalt Palkovics László technológiai és ipari miniszter, valamint Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója. Az egyeztetést követő sajtótájékoztatón elhangzott, meggyőződtek arról, hogy az üzemidő hosszabbításnak minden feltétele adott. A kormány elkötelezett amellett, hogy Paks egy üzemidejét lényegesen meg tudjuk hosszabbítani, és ne csak meghosszabbítsuk, hanem olyan beruházásokat is hajtsunk végre, ami a Paks egyel kapcsolatosan részben a hatások növeléséhez, részben pedig új megoldásokhoz fog vezetni, például az energiatárolás kérdése, az valahol egy értelmetlen dolog, mert nem tudunk más tenni, hogy az éjszakai áramot eladjuk Szlovákiának, és pénzért tároltatjuk, aztán másnap meg visszaveszünk, jobb lenne ezt egy akkumulátor telepbe itt tárolni. Tehát ezek mind részei ennek a projektnek. Paks 2 építését továbbra is támogatja a kormány, de a nemrég végzett kutatások azt mutatják, hogy ezután is rohamosan nő majd az energiaigény Magyarországon, így Paks 1 és Paks 2 együtt tudná kitermelni a szükséges árammennyiséget. Hiszen ha áram van, minden van, tette hozzá a miniszter. A projekt indító dokumentációjának 2 héten belül kell elkészülnie, ezt Pekári Géza, az atomerőmű vezérigazgatója vállalta. Nem vagyunk szüzek az üzemidő hosszabbítás területén, hiszen az első körös üzemidő hosszabbításon már túl vagyunk, úgyhogy az szervezett tapasztalatokat fogjuk tudni kamatoztatni az új projekt kapcsán is. Természetesen két projekt sohasem hasonlít egymásra, nyilván mindig más-más speciális, parciális kihívások elé nézünk. A Paksi Atomerőmű 4 jelenleg 500 megawatt teljesítményű blokkja 1982 és 87 között épült. A 30 éves üzemidőt 2012 és 2017 között 20 évvel hosszabbították meg. Így 2032 és 2037 között kellene leállítani őket. A második üzemidő hosszabbítást újabb 15-20 évre tervezik. Ekkor várhatóan már 6 blokkot kell összeszinkronizálni, hogy az elláthassa Magyarország teljes területét elektromos árammal. Idén 20. alkalommal rendezték meg a múzeumok éjszakáját. Hazánkban több mint 400 intézmény szervezett csaknem 1000 programot. Ehhez csatlakozott ismét a Vosinszky-Mór megyei múzeum is 4 helyszínnel. Amíg az egyik kiállító teremben kártyáztak és társasoztak, addig egy másikban kézműveskedtek azok, akik ellátogattak a Vosinszky-Mór megyei múzeumba június 25-én szombaton, ugyanis ismét megrendezték a Múzeumok éjszakája programsorozatot Szekszárdon. Az eseményre a 12 éves Kristóf is ellátogatott, azt mondja, először vett részt a rendezvényen. Nagyon sok érdekes dolgot láthatunk. Itt is például néztem ezt a régi város, nagyon szépre meg van csinálva, nagyon részletesre, nagyon sok mindent lehet itt tanulni.
A programok több helyszínen, a Vármegyeházán, a Vosinszky-Mór megyei múzeum főépületében, a Babits Mihály emlékházban és az Irodalomházában zajlottak. Ebbe a sok programban különösen két dolgot szeretnék kiemelni. Két időszaki kiállításnyitót illesztettünk bele, és ez tulajdonképpen meg is szabja az adott kiállítóhelyeknek a program struktúráját, hiszen a Megyeházán folytatjuk a Művész családok Tolnába című sorozatunkat második alkalommal. Tavaly a Sarkantyú család tagjai állítottak ki nálunk, idén viszont a Szatmár Juhas László, illetve felesége Csuhaj Tünde, valamint gyermekeik, Janka, Márko, illetve Lehel különböző munkáiból adunk egy válogatást a Tolna által együttműködve. A múzeum főépületében pedig Rodolfo Vándor kiállítás nyílt Vigyázat csalok címmel. Az igazgató hozzátette, hogy a múzeumok éjszakája nagy lehetőség arra, hogy megmutassák Tolna megye értékeit, kulturális kincseit. A program sorozathoz hazánkban csaknem 400 intézmény csatlakozott. Rendőr-roma horgászverseny szervezett a Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja a Mucsi mellett található Macik-tónál. A hatodik alkalommal megrendezett megmérettetésen a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat és az országos roma önkormányzat képviselői vettek részt. A meghívásos horgászversenyre összesen 31-en neveztek. A tó bővelkedik a nagyobbnál nagyobb halakban. Idén viszont nem volt kegyes a versenyző. A legnagyobb súlyú kifogásra kerülő hal egy mindössze 3,7 kilós ponty volt, amit egy kisfiú Balázs Áron, az országos roma önkormányzat horgásza fogott ki. Szombaton megtelt élettel a Sióalgárdi Leányvár, Tolna megye egyik legnagyobb összefüggő pincefaluja. 27. alkalommal rendezték meg a Siómenti Országos Halfőző Fesztivált. A domboldalon kinyíltak a pinceajtók, előkerültek a bográcsok, és jókedvű társaságok fogtak neki a halfőzésnek és a halsütésnek. Az egésznapos rendezvényen koncertek, kiállítás is várta az érdeklődőket, a gyerekeknek pedig habpartival készültek a szervezők. Kérdezték tőlem 2 nappal ezelőtt, hogy mitől jó halászni? Hát attól, hogy 200-adikra főződ. Ez a jó halászli titka. Legalábbis ezt állítja Hotter Attila, aki idén is magáénak tudhatta a legjobb Sióalgárdi halfőző díját. 27. alkalommal rendezték meg a Siómenti Országos Halfőző versenyt Leányváron. A térség legnevesebb megmérettetésén ismét összegyűltek a baráti társaságok a présházak előtt, hogy halételeket készítsenek. Vélavrencsik Dávid a fővárosból érkezett, van Sióalgárdi kötődése, és ez az első alkalom, hogy mint versenyző vesz részt a fesztiválon. Egy vegyes haléttellel készültünk, kecsegét akácfa parázson sütünk, mellé egy-két ínyen salátát teszünk majd, és reméljük, hogy első helyezést fogunk elérni. A hallé pedig egy vegyes bajai halászlé lesz. Egyébként van benne valami. Hoztad meg a hús. Ezek már a zsűrizés pillanatai. Vegyes halétel kategóriában és halászlé kategóriában nevezhettek a versenyzők. Az elkészült halételeket egy 5-tagú zsűri értékelte. A küllemet, az alapanyagot, a paprikát, egyáltalán azt nézzük, hogy Dunai halléről van-e szó, tehát ugye nem lehet használni vegetát, nem lehet használni olyan ételízesítőket, ami idegen ettől a műfajtól, és ez a keret szempontrendszer alapján értékeljük, pontozzuk, majd a pontok alapján kialakul egy sorrend. De nem csak a gasztronómiáról szólt a nap, kulturális programok is várták a Leányvárra látogatókat, ahol még a gyerekeknek is készültek meglepetéssel a szervezők. Programot azt azért megpróbáltuk ismét úgy összeállítani, azt, hogy mindenkinek kicsit a szája íze szerint, de maradva szerintem egy a kultúrához és egy kicsit a magasabb igényekhez kapcsolódva az előadókkal. Így végignézve, tehát még elérünk az esti bulig, addig szerintem több olyan előadó is föl fog lépni, ami azt mondom pont jó ide a mai halászlé főzőre. A lassan 3 évtizede életre hívott eseményre, aki egyszer eljön, az visszatér, mert a hangulat visszahozza. Legalábbis ezt vallják a helyiek. Regionális híreink következnek. Magára hagyta újszülöttjét, életét vesztette a csecsemő, akár 20 év börtönt is kaphat.
egészségügyi szakmák, gyermekápolás, pályaorientációs tábora kamarában. Eszterházy epercsoda levendulával. Megválasztották a Balaton fagyját. Egy hónapra elrendelte a Pécsi Járásbíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki miután megszülte gyermekét, egy bokorban hagyta. A horvát állampolgárságú vádlott Magyarországon dolgozott, de titkolta terhességét és a szülést is titokban tartotta. Cselekménye után visszament Horvátországba, ahol a kórházban, mivel vérzett, megállapították, hogy nemrég adott életet egy újszülöttnek. Bár a baranyai rendőrök megtalálták a csecsemőt, sajnos az orvosi erőfeszítések ellenére életét vesztette. A gyanúsított 10-20 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. Ezeken a rendőrségi felvételeken azt örökítették meg, amint az egyenruhások egy újszülöttet találtak Márfa szőlőhegyén. Bár a csecsemőt átadták a mentőknek, sajnos minden orvosi erőfeszítés ellenére a kórházban elhunyt. A gyermeket ez a nő szülte nemrég, most bilincsben vezették a Pécsi Járásbíróság épületébe, mint gyanúsítottat. Néhány nappal ezelőttig mezőgazdasági munkát végzett az asszony, de terhességét titkolta. Társai észlelték, hogy a gyanúsított vérzik, majd elment egy bokros rész felé, ahol megszülte leánygyermekét, akit magára hagyott. Miután visszatért dolgozni, tovább vérzett, ezért társai úgy döntöttek, hogy orvoshoz viszik Horvátország területére, a nő ugyanis horvát állampolgár. A kórházban megállapították, hogy a gyanúsított nemrég szült, emiatt értesítették a magyar hatóságot a csecsemő felkutatása érdekében. A járásbíróságon tartottak tárgyalást az ügyben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntettének alapos gyanúja miatt. Egy hónap időtartamra elrendelte a bíróság a gyanúsított letartóztatását. Kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményről van szó, 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel, akár életfogytig tartó büntetéssel is sújtható ez a cselekmény. Külföldi az elkövető, a cselekmény elkövetését követően nyomban Horvátországba távozott, így alappal feltehető, hogy letartóztatása nélkül megszökne, illetőleg elrejtőzne. Végleges a bíróság döntése, fellebezést nem jelentettek be. Ugyanis az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vette a bíróság döntését. A tárgyalás nem volt sajtónyilvános, ám azt megtudtuk, hogy a nő nem ismerte betettét, sőt, semmilyen más információval nem szolgált a bíró számára. Igazi példaképek vendégeskedtek a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda táborában. A Kométa KKK fiatalja Puska Bence mellett a Mén Egyetem Divízió 1-es csapatában játszó Filipovics Péter is meglátogatta a sportág iránt érdeklődő gyerekeket. Milyen mezben játszotok? Milyen színű? Meg hogy milyen számú mezetek van? Hát mi fehérbe játszunk, nekünk három színű mezünk van, az egyik fehér, a vendég az sötétkék, és van egy ilyen világos kék is, és én 44-esbe játszom. Érdekesebbnél érdekesebb kérdésekkel várták a táborozók a kaposvári származású kosarasokat. Filipovics Péter még 2018-ban igazolt az Egyesült Államokba, így nem meglepő módon a tengeren túli bajnokságra voltak leginkább kíváncsiak a fiatalok. Most az első évben volt Divízió 1-be az egyetemi bajnokságon. Ez egyik legerősebb bajnokság egyetemi szinten. Az elején összeszokatlan volt a csapatunk, ezért nem sikerült olyan jó eredményt elérni ugye a szezon végére sem. De most egy edzőváltás után szerintem ez meg fog változni, és jövőre már az egyik legerősebb csapat leszünk a bajnokságunkban. A kasi kosártábora egyre népszerűbb, és már nagy hagyománya van a sztárvendégek látogatásának is. A programokat idén is változatos módon állították össze a szervezők. Az idei két turnusban is közel 180 gyerek fog ezen a programon részt venni. Általában a délelőtti idők két irányított blokkal telnek, ahol a kasi utánpótlás, illetve a KKK edzői foglalkoznak a gyerekekkel. Az irányított blokk után ebéd és a délutáni program egy kicsit kötetlenebb, akkor lehet streetballozni, focizni, illetve a szakemberek meccseket fújnak a gyerekeknek. Az egyik legnépszerűbb helyi sporttábor a jövő héten a második turnussal folytatódik majd. Mire kell figyelni a csecsemő gondozásánál? Milyen higiéniai szabályokat kell betartani? Mit jelent az ápolás, mint hivatás? Ezekről hallhattak azok a felsős általános iskolások pénteken, akik részt vettek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborában. Ezen a héten több szakmaterülettel ismerkedhetett meg a 15 fiatal. Zárásként az egészségügy gyermekápolás területébe kaptak egy kis betekintést.
Ilyenkor már ő elvette a pelust, már a szájába van, már fordul el, alig bírjuk itt tartani a pakolón. A kisgyermekek gondozásáról, az ápolói szakmáról hallhattak hasznos információkat azok a fiatalok, akik a helyi iparkamara pályaorientációs nyári táborán vettek részt ezen a héten. Pénteken az egészségügyi szakmák kerültek terítékre. Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években eléggé megcsappant a szakmai utánpótlásunk, és erre állt föl tulajdonképpen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának ez a tevékenysége, hogy megkeressük az éppen olyan korú gyermekeket, akik pályaválasztás előtt állnak, és így próbáljuk egy picit orientálni őket arra, hogy legyenek a társaink, legyenek a munkatársaink, és én is most tulajdonképpen a szakmámmal kapcsolatos tevékenységekkel érkeztem. Csecsemőkorú babákat hoztam, akiket lehet ölelgetni, tisztába tenni, megetetni. Valójában egy hivatásról van szó, ahol nem kizárt a diploma megszerzése sem, mondja az előadó. Szakiskolai, technikumi szintű ápolói képzésünk van, és ez mellett egy magasabb szintű, de diplomás, sőt, mesterképzés, illetve kiterjesztett kompetenciája, ez egy nagyon-nagyon szép szó, de tulajdonképpen több tevékenységre lehetőséget adó mesterképzésre is van lehetőség. A munkaerőpiacon pedig várják a szakképzett fiatalokat az egészségügyben, a lányokat és a fiúkat egyaránt, mondja a diplomás ápoló. Ezért évközben továbbtanulás előtt álló általános iskolásokhoz látogatnak el, illetve olyan pályaorientációs nyári táborokba, mint amit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervez már évek óta. Egy Balaton akaratjai fagyizó Eszterházi Epercsoda levendulával nevű fagyija nyerte el a Balaton fagyija címet. A Balatoni Turizmus Szövetségi már 9. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyre idén összesen 15 fagyi költeményt neveztek be a cukrászdák fagylaltozók. Nem csak a zsűri, de a helyi óvodások tetszését is elnyerte az idei év Balaton fagyia. Percek alatt ürült ki a tégely. Én még érzek benne eperízet. Az Eszterházi Epercsoda levendulával több íz kombinációjának eredménye. A fagyi alapja a klasszikus eszterházi torta, egy tejszínes diós. Ugye a klasszikus eszterházi mintázattal, a közepén pirított diódarabokkal és egy levendulás eper variegátóval, eperöntettel. Az ízek harmóniája, a küllem, a textúra mind-mind fontos szempont a zsűri értékelése során. Az idén minden fagyi magas minőségű volt, így apró dolgok döntöttek a díjazásnál. Azért fontos dolog, hogy itt szeretnénk erősíteni ezt a régiót, és hát nyilvánvalóan azok a ha egy szinten vannak azok a fagyik, akkor nagyon jó, hogyha megjelennek azok a helyi értékek a fagylaltban. Talán ezek voltak az a pici plusz dolgok, hogy akkor merre billenjen a mérleg nyelve. A győztes fagyizó olyannyira új vállalkozás, hogy ez lesz az első teljes szezonjuk a Balatonnál, bár fagylalt készítéssel már régóta foglalkoznak. Tavaly augusztus elején sikerült megnyitnunk egy balatoni fagyizót akaratján, és ez Amikor a kisgyerek így vágyakozik a babára karácsony előtt, és ott találja a karácsonyfa alatt, ez körülbelül ilyen érzés volt számomra. És ugye az idén volt az első alkalom, hogy tudtunk jelentkezni erre a versenyre. Gyorsan, aki kér fagyit, menjen! A Balaton fagyia verseny célja a balatoni cukrászdák, fagyizók, vendéglátóhelyek népszerűsítése. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint az elmúlt 9 év alatt ezek a célok maradéktalanul teljesültek. Visszajelzések egyértelműen bizonyítják, hogy nagyon sokan keresik fel a díjnyertes fagylaltokat, nem csak a győztest, hanem a díjnyertest, vagy éppen a nevezett fagylaltokat. Volt korábban már olyan tapasztalatunk, beszélgetésekből egyértelműsödött, hogy volt, aki kifejezetten azért ment el arra a településre, mert megszerette volna kóstolni a díjnyertes fagyizót. Az idén a Balaton fagyia díj mellett a szakmai zsűri 3 külön díjat is odaítélt. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. 4 napos hőségriadó, ivóvízről is gondoskodnak a kánikulában. Szent Lászlóra emlékeztek, a város védőszentje előtt tisztelektek Szekszárdon. Meghosszabbítják Paks együzemidejét, újabb 15-20 évig működhet a meglévő 4 blokk. Jobbnál jobb halételek készültek Leányváron. Vasárnap hajnalig tartott a halfőző verseny.
Kedden erősen felhős és napos időszakok, valamint területek váltakoznak. Számottevő csapadék nem hullik, de elvétve nincs kizárva egy-egy záporeső, valami zivatar. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Tovább fokozódik a meleg. Éjszaka is hasonló marad az idő, csak kis eséllyel, kevés helyen lehet némi csapadék. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!